Budapesten rendezték meg a Kutató Tudományos Konferenciája országos döntőjét kutatásmódszertan és ismeretterjesztés kategóriákban. Ádám Balázs 6. osztályos tanuló ember és társadalom műveltség területen kutatásmódszertan kategóriában 60 város címere a Heraldika alapján című előadásával első helyezést ért el. Előző dolgozatomban érintettem ezt a témát, a címertant, és ekkor elhatároztam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni és utána felkészítő tanárommal Jagodi Cságnessel beszélgettünk, és utána arra következtetése jutottunk, hogy 60 város címerét fogom feldolgozni. Először szakirodalmakat olvastam a heraldikáról, majd utána a könyvtár, a 60 könyvtár segítségével anyagokat gyűjtöttünk 60 város címeréről, és utána ezeket elemezve összeállítottuk a dolgozatot. Felkészítő tanára Jagodicsné Fehér Ágnes volt, aki már két éve tanít történelmet Balázsnak. Azt mondja, a hasonló gondolkodásuknak köszönhetően mindvégig zöggenőmentesen tudtak együtt dolgozni. Nagy lelkesedéssel vetette magát a munkába, és igaziból nagyon sikert centrikus ember, úgyhogy törekedett arra, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából. Úgyhogy szerintem nagyon szerencsés volt a mi találkozásunk, mert én hasonló típusú ember vagyok, úgyhogy én is szeretem a lehető legjobbat elérni. Ugyancsak első helyezett lett Szikszai Lilla 6. osztályos tanuló az ember és társadalom műveltségterületen, kutatásmódszertan kategóriában, már nem csak a lelkükben magyarok című előadásával. Lillának családi volt a témában, hiszen nagymamája erdélyi, és ő is élt az egyszerűsített honosítás lehetőségével. Ebből adódóan jött az ötlet, hogy írhatnám erről a kágyítékás munkámat is, és először ö, ennek egy internetes honlapján ö, kerestünk rá, és ott adtak meg adatokat. Utána még ö, hát levérben megkerestünk ehhez kapcsolódó m -m, hát szakembereket, és akkor így állítottuk össze, meg persze könyvekből, mert ennek történelmi háttere is van. Bagosné Varga Valéria az iskolában ugyan nem tanítja Lillát, mégis már második alkalommal készítette fel a Kutatógyerekek Tudományos Konferenciájára. Heti szinten találkoztunk egymással, a hétvégéket több hétvégét töltöttünk együtt, és hát ez egy team munka, amiben ugye a szülő támogatását kérjük, a, szüleik is nagyon sokat, a szülők is nagyon sokat segítettek, és természetesen Lilla, és hát én voltam a harmadik személy, aki ezt mentoráltam. Tehát ez egy közös munka volt. Jagodisné Fehér Ágnes kiemelte, ez a konferencia egy nagyon jó lehetőség a diákok tudományos életére való felkészítésének. Dolgozatukat pedig egy szigorú szakmai zsírű előtt kellett megvédeniük. Nagyon jónak tartom a tudományos munkát, és azt, hogy már ebben a korban megismertetjük a gyerekeket ezzel a munkával ez a dolgozat egy tudományos diszertáció szabályrendszere alapján készült, az előadásmód szintén ugyanolyan. A versenyen különböző tudományos fokozatokat elért emberek zsűrizték őket. Ö, ezt a dolgozatot meg is kellett védeni, tehát nem csak megírni kellett, hanem ezt meg is kellett védeni. A döntőbe az ország 26 iskolájából 50 tanuló jutott be, a 60. Kodály Zoltán általános iskola 5 tanulóval képviseltette magát. A versenyen Borbás Máté, Víg és Tóth Szilveszter is második helyezést ért el a kategóriájukban.